tavaszi kiebelt élelmiszerlánc ellenőrzés, és akkor kérném a papírokat, jó, amiket szoktunk, kistermelői regisztráció. A kormányhivatal élelmiszerbiztonsági szakügyintézője kéri el a búzatéri piaccsarnokban húst árusító kistermelő papírjait. A március 20-ától április 17-ig tartó országos ellenőrzés sorozat során azt vizsgálják az ellenőrök, hogy a termékeiket árusító termelőknek megvan-e minden szükséges engedélye. Ellenőrzik például az érvényes egészségügyi kiskönyv, hús szállítási és a hatósági állatorvosi bizonyítvány meglétét, és azt is, hogy az adott termelő vezeti-e a kötelező nyilvántartást az előállított, valamint az értékesített hús termékeiről. Ennél a termelőnél minden rendben volt, de találtak olyan termelőt is, aki nem rendelkezett minden szükséges engedéllyel. Az ünnepi asztal elmaradhatatlan ételei, mint például a sonka és a tojás, kiemelt figyelmet kapnak az ellenőrzés során, csak úgy, mint a különféle borok, szeszes italok és a szezonális zöldségek, gyümölcsök, valamint az édesipari termékek. A szakemberek, a nyulak és a bárányok, tehát az élőállatok szállítását is nyomon követik. A NÉBIH és a kormányhivatalok munkatársai várhatóan húsvét hétfőn zárják a tavaszi ellenőrzés sorozatot, ezzel biztosítva a magyar lakosság számára a biztonságos élelmiszerhez való hozzájutást.